A pteranodon. Ez mi a jó hig volt? A pteranodon a téfittel ellentétben nem egy repülő dinó volt, hanem egy pterosaurus. A hímeknek volt nagy díszes fejékük, de nem játszhattak nagy szerepet a párzásban. Az egyik legnagyobb pterosaurus. A rekordernek szárnyfesztávolsága 7 méter. Mint minden repülőhüllőnek, lehet, hogy a pteranodonnak is voltak kisebb toll vagy szőrszerű kinövések a testén. Élőhelyük a sziklás partvidék volt, ahonnan könnyen leszállhattak halászni. Utódaikat szinte biztos, hogy gondozták, ám a halászok élete sem volt veszélytelen. Amikor a magas szikláktól lerepültek a tengerhez, csak ráfeküdtek a szélre, amikor pedig megindultak felfelé, a felfelé haladó légáramlásokat használták. Fejéküknek volt egy másik haszna is, a csőrüket ellensúlyozták vele. Szárnyukat csak egy ujj feszítette ki. Csőrükben nem található fog a többi pterosaurusszal ellentétben. Hamarosan jön a következő rész, ami a Spinosaurusról fog szólni.